Magyar Réka vagyok, és 2017-ben a Kísérlet című darabban játszottam. A legmeghatározóbb élményem az egészszel kapcsolatban az, az volt, hogy ez a közösségi színház ez egyáltalán nem olyan, mint ahogy így elképzeltem előtte. Meg, hogy tök jó hely a koma. <laughs> A, szöveg. a szövegnek a megtanulása, főleg az, hogy a párbeszédeknél mikor kell nekem jönni és mondani valamit, meg egyébként a hosszabb szövegek is, annak ellenére, hogy ezekről én beszéltem, ahogy utána meg volt írva, és azt be kellett magolni, hát ez egy rémálom volt. Nem is nagyon emlékszem egyébként semmire belőle, szóval én nem tudnám felmondani most. izgultam nagyon, hogy mi lesz ebből, főleg úgy, hogy ugye hát a bemutató előtti napokban ilyen óriás bonyodalmak voltak az előadásunknál, hogy még ott eltűnt egy ember, meg ilyenek, szóval... Na, nagyon izgultam, azt gondoltam egyébként, hogy majd egy ilyen rémálom lesz az is, hogy a bemutatom, majd nem fogom tudni a szöveget, és akkor az egész tiszta gáz lesz, és majd mindenki totál berágrám, hogy miattam lett az egész szar. De nagyjából ezt, ez, a, ez az izgalom, hogy, hogy milyen lesz, meg az is, hogy ott volt ez a sok ember, Úristen! Ja, meg az, hogy nem tudom a szöveget, azt folyamatosan, <laughs> utána is. <laughs> Volt egyébként pár, mert hogy így, így, sokan mondták, hogy mennyire viccesen adtam elő a dolgokat. Akkor volt egy barátnőm, aki megnézte, és mondta, hogy ő azért visította röhögést el egész végig, mert hogy hát ez tényleg annyira te voltál, így mondta utána, hogy végig azok a hangsúlyozások is mondja, ez jó volt, mert amúgy is így beszélsz, mint egy idióta, úgyhogy nem volt gáz így az előadás, de... Úgyhogy ezek, én nekem ilyen pozitív visszajelzések sok volt, és az jó esett. Én nem gondoltam annyira jónak ott az alakításomat, mint amiket így mondtak utána, és ez ilyen jó érzés volt nagyon. Igazából annyira nem. Tök azt érzem, hogy ugyanolyan idióta vagyok, tehát, hogy rosszabb nem lettem tőle, az biztos, de jobb sem. <laughs> És a szöveget se tudom már, ugye? <laughs> Szerintem azért mert, azért, mert tök jó móka úgy mindennek ellenére, hogy van ez a, ez a félelem, hogy úristen, nem fogom tudni a szöveget, meg ezeket. Nagyon-nagyon jó volt, amikor itt tetszett a közönségnek, az egész, hogy olyan sokan ott maradtak a beszélgetéseken, és ez tök jó érzés volt. És, és ez szerintem így, így ez, ez, egy olyan, nekem ez egy olyan élmény volt, hogy ugye nem megváltoztam tőle, de én azt mondom, hogy nekem ez egy ilyen életre szóló élmény volt teljesen az, hogy, hogy így összeraktak. Én azt se tudtam elképzelni, hogy, hogy, hogy ebből össze fognak tudni rakni egy egész darabot abból, hogy mit ilyen hülyeségeket beszélünk magunkról, meg hogy miket csinálunk. És szerintem nagyon jó lett és ez, ez, nekem mindenképpen ez egy ilyen felejthetetlen dolog, szerintem nem tudti, hogy ez száz évesen is az lesz, hogy így majd mondom, hogy ja igen, az tök jó móka volt, igen, arra emlékszem, pedig én már nagyon sok mindent elfelejtettem a múltamból. Úgyhogy szerintem mindez egy nagyon-nagyon jó dolog volt. Nekem egy teljesen új élmény volt, és, és egy, egy tök jó közösség is kialakult ennek során, és nem tudom, nekem ez azóta egy ilyen teljesen pozitív dolog, előtte azért más véleményem volt róla. Az, hogy ez egy ez ilyen gagyi. Most már nem gondolom ezt egyáltalán.